És ez itt valóban a nagykép. Szokás szerint Németh Róberttel itt ülünk a stúdióban, és van egy vendégünk is, aki itt foglal helyet velem szemben, Vaxler Tamás. A jelenlegi funkcióját tekintve a Steinl Imre program vezetője. Ez a legegyszerűbb, azt hiszem. És onnan fogom kezdeni, hogy ezzel szép nagy ívet is adjak a beszélgetésünknek, és remélhetőleg nem készültél rá, hogy miközben a negyedik kétharmadot húzta be a Fidesz, azért bennem folyamatosan ott motoszkál az a kérdés, hogyha egyszer az egésznek vége lesz, már pedig mindennek vége lesz, amit ember alkotott, akkor mi marad utána? Ezt szoktam kérdezgetni tűzközeli fideszes ismerőseimtől, hogy kezdjék el azt végig gondolni, hogy néhány stadion után, ami az épületek közül a leginkább romlandó, mi az, amit a Fidesz egyértelműen változtatott az országon, mi az a karakter, ami ezt a tizen akárhány évet, ha annyi lesz belőle, és nem több, jellemezni fogja. Na most az biztos, hogy ebben az általam felsorolt, vagy említett, vagy utalás szintjén beszélgetésbe hozott szempont, az megjelenik a Kossuth térrel és a többi olyan reprezentatív építészeti, köztérrendezési munkálatban, amelyért te is felelsz. Szóval én azt kérem tőled, hogy elsőként a végig gondolva a te pozíciódból, de végig nézve azt a 30 évet is, vagy most már több mint 30 évet, amit a magyar közéletben láttál, szerinted mi az, amiben ez a 13 év, és aztán majd még a többi, óhatatlanul rányomja a bélyegét az országban, és ebben látsz valamiféle szerepet magadnak, illetve a Kossuth térnek, illetve a többinek, amit mostanság teszel? Nem szeretnék abba a találgatásba belemenni, hogy az alkotmányos rendből, meg a politikai felépítményből, meg a mindenféle jogszabályokból, amik születtek az elmúlt években, mi marad meg. Kinek-kinek mi a preferencia, én azt remélem, hogy sok, de ez nem az én világom, de az biztos, hogy a kő, meg a beton, meg a beépített anyag az jó eséllyel megmarad évtizedekig, tehát az biztos, hogy ez a dolog fizikai természeténél fogva maradandó, és a mi felelősségünk az pedig az, mi alatt mindenkit értve, aki ilyen projekteket csinál. A mi felelősségünk pedig az, hogy az, ami ilyen maradandó módon beépül a közös világunkba, az méltó legyen arra, hogy ezt hagyjuk örökül, vagy ezt is örökül hagyjuk az utódainkra. Úgyhogy szerintem ez egy mérce, amit itt próbálunk mérni, aztán remélem, hogy sikerült többnyire megfelelni. Ha alapul vesszük a Kossuth teret, és azt mondjuk, hogy ez meg fog maradni, mert hogy a kő, meg a baton, meg minden, ami beépített és leépített, az marad. Abban az esetben a Kossuth tér az szerinted jellemző-e a Fidesz most már huzamosabb ideje tartó hatalom gyakorlására? Van-e valamiféle olyan történelmi kép azon túl, hogy ugye a Kossuth tér esetében nyíltan kimondatott, hogy van ennek egy előképe, helyre kell állítani a korábbi viszonyokat, szóval, hogy jellemzi-e azt, amit mi nemzeti együttműködés rendszerének hívunk, van valamiféle ilyen tudatos történelmi előkép, és hogy ez mennyiben köszön vissza a 21. századi világunkban? Azt mondta valaki, aki szerintem ebben a stúdióban is meg szokott fordulni, hogy a Kossuth tér az ő számára, hogy nem mondjam egy kicsit, arról szól, hogy amikor saját maguknak építenek ezek, hogy mi, akkor olyan színvonalon építenek, hogy azt öröm legyen látni az ablakból, és ezt őszintén bekeretezve kiraktam a szobámba, bár nem dicséretnek volt számva úgy egészében, mert ez a ránk vonatkozó részében akár dicséretnek is vehető. Ha általánosabban válaszoljak, én azt gondolom, hogy ez az elmúlt tizenvalahány év az ebből a szempontból, legalább ebből a szempontból vizsgálva, szerintem egy időszakhoz hasonlítható, és az pedig a kiegyezés utáni évtizedekre, amikor annyi minden épült,
egészen döbbenetes, hogyha végignézzük, hogy mi minden épült ott néhány évtized alatt, így szerintem mennyiségre és nagyon sok tekintetben minőségre is ehhez fogható. Nem mondom, hogy eléri ezt a színvonalat, mert ezt a színvonalat hát így nem nagyon lehetne elérni, aminek csak a koronagyémátja volt a parlament, de messze nem a legnagyobb projekt, szerintem még projekt méretben is voltak nagyobbak, de hogyha ha van olyan korszak, ami a ország arculatán, fizikai arculatán hagyott nyom szempontjából azzal a korszakkal próbál fölvenni a tempót, akkor ez az a korszak. Aztán, hogy ki szereti, ki nem szereti, ez egy másik kérdés. Ez kimondottan, tehát ez egy kimondott ilyen kályha volt, úgymond, amikor a Steindl Imre program, amiről akár mondhatná is majd valamit, hogy pontosan micsoda. Amikor ez elindult, akkor ez egy kimondott kályha volt, hogy akkor egy mondjuk egy ilyen kiegyezés korabeli, vagy utáni, vagy milleniumi Kossuth térkép az az a kiindulási pont, ahová, vagy amit alapul véve ezt a felújítást, vagy újjáépítést, vagy újraalakítást el kell kezdeni? Hát kötve hiszem, hogy ilyen nagyívű gondolatok akkoriban születtek. Ugye az volt az elképzelésnek a magva, hogy hát a Kossuth tér maga, ami az egész projekt csoportnak, vagy az egyenásra épülő projekt. Tehát, hogy a Steinlimer program az a Kossuth tér. Azzal kezdődött, akkor még nem is nevezték így, az a kormány, az az országgyűlési határozat, ami az egészet elkezdte, az nem is említette ezt a... Ez egy utóbb megfogalmazódott ilyen jól hangzó név erre a projektre, aztán ott a később némi jogi beágyazottságot is kapott, de alapvetően nem ezzel a névvel kezdődött, és akkor az volt, hogy a Kossuth tér az hát így méltatlan, rumlis, nagyon rossz állapotban van. Miközben ugye az országház külső felújítása az láthatóan a végéhez közeledik, és hogy milyen dolog az, hogy van egy gyémánt, és a gyémántnak nincs megfelelő foglalata. Szerintem körülbelül ez volt a jogalkotónak a gondolata, amikor elkezdte ezt az egészet, és az első ütem, a legelső gondolat, ez kifejezetten is szorosan a Kossuth térről szólt, és minden más, az úgy rakódott rá, hogy a Kossuth tér megtörtént, Kossuth téres projekt befejeződött. Úgy gondolom, hogy a menet közben hallható kritikai hangok is elcsendesedtek, mert a dolog úgy alapvetően pozitívan csapódott le abban is, aki nem örült annak, hogy örül neki. És akkor utána egy jól befejezett projekt húzta magával a többit, hogy na, akkor ez megvan, akkor cserélj meg a szomszédot is, meg a még egy szomszédot is. Jó, akkor ha már szóba hoztad a kritikai hangokat, akkor csapjunk ebbe a részébe bele. Amikor a Kossuth tér rendezése elkezdődött, akkor annyiban ez jól jellemzi ezt a 13 évet, mert ahogy te említed, a jogalkotó hoz egy döntést, és ha tetszik, ha nem tetszik, ha tiltakozás van, ha nincs, végig is fogja vinni. És a tiltakozások egy jelentős része az arról szól, hogy megbolygattátok az ottani szobrokat. Ugye elkerült a József Attila szobor a Dunapartra, aztán elkerült az 56-os emlékmű, ráadásul meglehetősen méltatlan körülmények között, mert ugye az éleple alatt. Hogy nem gondolod-e azt, hogy annak ellenére, hogy ahogy én felidéztem korábban, és ennek volt egy előképe, kvázi a helyreállítása a Kossuth térnek a korábbiban, de hogy mégis az elmúlt évtizedeket valahogy bele lehetett volna ebbe építeni. Tehát, hogy mondjuk legalább az 56-os emlékműnek helyet találni, vagy helyet tartani a Kossuth tér környékén, hogy nem gondolod-e azt, hogy ez azért ez jól jellemzi az erőszakos akarat átvitelt? És nem gondolod-e azt, hogy lehetett volna valamilyen kompromisszumot kötni? No, először is tisztázok, hogy melyik 56-os emlékműről beszélünk, mert a Kossuth tér, a szorosan vett Kossuth téren 5 darab 56-os emlékmű. Hát én az 5 darabot azt hiszem nem tudnám összeszámolni, de akkor vegyük végül. Jó. Ugye először is volt a nem fontossági sorrendben mondom, van a forradalom lángja, szerintem erre gondoltál. Igen. Akkor van a Nagy Imre szobor. Akkor van az a stilizált sírkő, amit Makovec Imre intenciája alapján állítottak fel a Kossuth tér közepén.
keveset is mondtam, mert magán az agrárminiszteren pedig 356-os emléktábla van, 356-hoz kötődő tematikai emléktábla, úgyhogy 6 a szorosan vett Kossuth téren, és akkor még a Bibót, ami egy saroknyel van, azt nem is számoltam, aminek szintén van egy ilyen kontextusa. No, tehát csak a pontosítás kedvére. És akkor nézzük vissza, hogy miért, és meg fogok válaszolni az erőszakos szóra is. Ugye az volt az alapvetés, az a bizonyos országgyűlési határozat, amit az előbb említettem, már nem citáltam, az úgy szól, hogy vissza kell térni a 1944-es képzőművészeti arculathoz. Ez két magyarázandó elemet tartom, az két utóbb magyarázott elemet tartom, az miért 44 és miért képzőművészeti arculat. Azért 44, mert 44-ben vesztett el az ország a szuverenitását, tetszik, nem tetszik, és utána jó sokáig nem volt szuverenitása. Ugye a alaptörvény preambulumában is van egy hivatkozás pontosan erre a cezúrára. Hát a Nemzeti Hitvallás nevű zenés táncos bevezetőre gondolsz, igen, de ezt én megengedhetem magamnak. Arra gondoltam, igen. Nos, és tehát az volt, hogy 1944-ben, amikor az ország, 44 után, amikor az ország elvesztette a szuverenitását, annak egy nagyon mellékszinterén, mert úgy értem, hogy a nagyon, nem a nyilván számos, sokkal fontosabb tragédia történt, de ebben a tekintetben is az történt, hogy a Kossuth téri szobrok tekintetében csúnya erőszakot tettek, fizikai erőszakot tettek, szobrot felrobbantottak, szobrot ledöntöttek, szobrot kamuindokkal elbontottak, majd beolvasztottak. És az volt az országgyűlési határozatnak a évszám tekintetében a szándéka, hogy menjünk vissza a szoborrombolások előtti állapothoz. Azok a szobrok, és csak azok a szobrok legyenek a téren, amik a szoborrombolások az erőszakos, kívülről ránk erőltetett rezsim által végrehajtott szoborrombolások előtt voltak. És a képzőművészeti arculat is erre vonatkozik, hogy a szobrokról szól. Tehát nem mondta az országgyűlési határozat, nem is volt egy ilyen elvárás, és már Kossuth tér arculatán látszik is, hogy nem is tettünk kísérletet arra, hogy a 30-as évekbeli tájépítészeti eszköztárat, vagy akkori tájépítészeti arculatot állítsuk helyre. Egy modern kortárs, minden szempontból vállalható tér jött létre, amibe azok a szobrok kerültek vissza, ami lehetett fizikai, valójában ez volt a kevesebb, és ami pedig nem lehetett az eredeti pontos másolataként, amiket annak idején eltávolítottak. És az erőszakosról, vagy erőszakos volt-e, én azt mondom, hogy én ebben a tekintetben jobban szeretném azt a szót használni, hogy határozott. Egy bizonyos mennyiségű határozottság nélkül nem lehet projekteket végrehajtani. A politikai részről, hogy a politikai szinten meglévő határozottságon nem az én tisztem nyilatkozni, de mondjuk amire utaltál, az éjleple alatt elbontott szobor, az Nagy Imre szobor volt. Itt ül a szobában az, aki ezért felelős volt, mert az én személyesen döntöttem el, hogy az éjleple alatt fogjuk eltávolítani, mégpedig azért, mert ugyanebben az időben talán már nem emlékszünk rá, hogy zajlott egy ilyen éjjel-nappali tüntetés a Kossuth téren, és rohadtul nem szerettem volna utóbb azért járni ennél sokkal barátságtalanabb beszélgetésekre, mert valaki alá feküdt a gépnek, mert nem mérte fel, hogy mi történik, amikor egy több tonnás szobrot emelnek, és ott helyben hősnek gondolta magát, és utána esetleg belehalt. Tehát pontosan azért került sor, mondjuk ebben az esetben határozott, ha tetszik, erőszakos döntés az éjszakai szobor eltávolításra, hogy nehogy valaki a lehetőségeket rosszul felmérve kárt okozzon magában. Nem tudom, hogy mennyire fogod magadra venni az illetékességet. Azzal kapcsolatban, hogy védelmezzél valami olyasmit, ami a hivatali hatáskörödön kívül áll, de itt azért van egy vitás pont. És nem is a Nagy Imre szobor maga csupán, bár ez szerves részét képezi, hanem az a szemlélet, amelyik azt mondja, hogy 44-jel megszűnt az ország szuverenitása, és minden, ami azután történt, az Magyarország történelme szempontjából egy kívülről irányított korszaknak tekinthető. Itt a Fidesz 30 sok éves történetének sokadik előkép választása van, és ez például Nagy Imrével kevéssé tud mit kezdeni, illetve olyan átmeneti zavaros időszakokkal, ami nem csupán a rendszerváltás két évtizede, hanem a 45 és 48 közötti időszak is. Noha egyébként 98-ban Orbán Viktor személyesen hívta be a
45-ös, illetve a 47-es nemzet, illetve országgyűlés két élő tagját a frakciójába. A Demokrata Néppárt, illetve a Független Kisgazdapárt még élő képviselőjét. Ez azért azt jelenti, hogy 45 és 48 között is volt egy szuverén történelme az országnak, és a forradalom pár napja is ebbe tekinthető. Tehát én azt gondolom, hogy akár Nagy Imrének is helye lenne egy olyan téren, igen, egy olyan téren, amely nem egy történelmi pillanatfelvételt akar visszapörgetni, vagy újra kimerevíteni. Jó, de bocs, Nagy Imre személy amúgy is láthatóan kikerült a... Igen, hát pont erre utalok, hogy itt nem arról van szó szerintem, hogy feltétlenül szükséges egy 44-es állapot helyreállítása, hanem arról, hogy a saját magunk történelmi előképét szobrozzuk éppen be. A szó, amit keresünk, ugye az árnyaltság ebben az esetben részint. Most ehhez képest, hogyha mondjuk a Nagy Imre szobornál maradunk még egy kicsit, ugye fogalmazhatunk úgy puhán, hogy történelmi rétegek rakódnak egymásra, de fogalmazhatunk úgy is, hogy vannak olyan döntések, amik negligálják, vagy szándékosan felülírják a korábbi történelmi döntéseket, és vannak, amik meg nem. És tudom, hogy a mondatomból sokan más szeretnének kihallani, mint amit én mondok vele, de az a helyzet, hogy most ennél a szobornál maradunk. A Nagy Imre szobor 1996-ban úgy került arra a helyre, hogy az egy ilyen történetesen oda került, előtte más helyszíneket vizsgáltak. Én végigolvastam az összes papírt, amelynek a szobornak a keletkezés történetéről szólott. Véletlenül találtak egy üres placot, ahol el lehet helyezni egy szobrot, és akkor elhelyezték oda a Nagy Imre szobrot. Tehát nem volt része a sztorinak, mármint a szobor sztoriának, a szobor keletkezés történetének sem, meg a szobrász által elmondani kívánt sztorinak az, hogy ez a parlamenttel van kontextusban. Egyébként magunk között szóval Nagy Imre munkásságának a parlamentben töltött része az hát egy kicsi része, csak maradjunk ennyibe, és akkor ebben olyan sokkal mélyebben nem szeretnék belemenni. Ehhez képest, amikor azt a szobrot felállították, akkor negligálták azt, hogy volt egy korábbi történelmi réteg, egy olyan korábbi történelmi réteg, amit erőszakkal távolítottak el. Lehetett szeretni, meg lehetett nem szeretni azt az emlékművet, aminek a másolata visszakerült, de az durva erőszakkal, ott se volt népszavazás, meg egyeztetés, meg konszenzus, meg ilyesmi, hanem jöttek a Kommunista Párt ifjúsági szervezetének a tagjai, és ilyen szimulált népítélettel egy épp arra járó teherautó segítségével ledöntötték a szobrot. Aztán utána ugye van rajta, rakódik rá még egy pár ilyen furcsa rétek, ha már ez így ebben mélyre megyünk. Ugye az van, hogy a Nemzeti Vértanúk emlékműve helyére létrehozták a ságvári teret azért, hogy egy vértanú helyére egy másik vértanú kerüljön, majd a ságvári tér helyére a vértanúk terét eredeti nevével, majd a vértanúk terére, ennyiből nem volt véletlen, felállították a Nagy Imre szobrot azért, hogy a politikai pályaivének ezt a legutolsó elemét hangsúlyozzák vele. Ami még egyszer mondom, egyébként a szobor alapsztoriát szerintem meg is hamisította. No, Nagy Imre szoborról ennyit. Jó, hát oké, rendben, lehet szeretni vagy nem szeretni, ez egy ilyen eufemizmus volt részedről, amit mondtál, ez ugye a Nemzeti Vértanúk emlékműve, amire te utalsz, és annyiban a kornak tényleg egy tökéletes lenyomata az, hogy hát, hogy is mondjam, az adott korszak historizáló, romantikus és esztétikailag megkérdőjelezhető minőségű emlékmű állításának elég tipikus megnyilvánulásához. Sőt, annyira tipikus, hogy a Kossuth tér is vannak olyan szobrok. Én azt gondolom, hogy a Tisza szobor is olyan, hogyha itt tartunk, vagy akár a Kossuth szobor is, az valaminek az esztétikai minőségét lehet vitatni. Mai nyelven nem így beszélnénk, akkor is lehetett volna jobb nyelven beszélni, mert szobrászati nyelven beszélve. Én nem az volt a országgyűlési határozatnak az alapvetés, hogy nézzük meg, hogy mi tetszik, mi nem tetszik.
ugye ne felejtsük el azt, hogy amikor a Kossuth térről eltávolítottuk a 45 vagy 44 után oda került szobrokat, akkor a saját panteonunkba tartozókat is eltávolítottuk. Kovács Béla szobra is kikerült a térről, és a Makovec féle sírkő is kikerült a térről. Tehát nem volt egy ilyen mérlegelés, hogy melyiket szeretjük, melyiket nem szeretjük, hanem volt egy világos zsinórmérték. A zsinórmérték az, hogy ne tetszettek volna lerombolni az oblakat, akkor nem kéne őket helyreállítanunk. Mert nekem van ezzel kapcsolatban, szóval számomra ez azért faramuci. És mondom, illetékességeit, határait feszegetem. Mert ez egy olyan történelemhez való viszony, ahol egy nagyon tetten érhető változás történt a jelenlegi hatalomgyakorlók életében. Amikor a Horthy újratemetése volt, akkor talán egy választmányi ülés után Orbán Viktor azt nyilatkozott, hogy a Fidesznek nincsen hivatalos véleménye Horthy Miklósról, ahogy nincsen a Mohácsi vészről és a tatárjárásról sem. Fidesz volt az a párt, az az erő, az a mozgalom a magyar politikai életben, amelyik annak ellenére egy nagyon harcos és radikális antikommunista programmal, düvel jelentkezett, és nagyon sok esetben ezt a családi történetek is alátámasztották, tehát nem csupán arról van szó, hogy az egy pillanatnyi politikai helyzetnek megfelelő álláspont volt, amit felvett, hanem tényleg személyes élettörténetekből is eredő irányvonal. Ennek ellenére volt az a párt, amelyik azt mondta, hogy nem lehet úgy csinálni, mintha nem telt volna el 40 év. Az is a mi történetünk. Ezt mondta a gazdaságban is, amikor a kárpótlásról beszélt, és ezt mondta a történelemhez való viszonyban. Hát itt is ezt csináltuk, bocs. Nem csináltunk úgy, mintha nem lett volna 40 év azokat a szobrokat, mi nem olvasztottuk be, nem vittük ki a szoborparkba szembe elődeinkkel, hanem mindegyik szobornak méltó helyet találtunk a városban. Minden egyes szobor esetében a szobrásza vagy a szobrász örökösével megegyezve, együttműködve, adott esetben általa elhelyezve. Nem csináltunk úgy, mintha ez nem történt volna, nem bántunk méltatlanul ezekkel a szobrokkal, csak azt mondtuk, hogy abban a kontextusban, amit az előbb hosszan fejtegettem, abban a kontextusban ezek a szobrok nem illenek bele. Igen, csak én, mint a Kossuth tér, mint történet, ami reprezentál mégis valamit, beértettem. Ha viszont már itt tartunk, és Nagy Imrének a parlamenti jelenlétét szóba hoztad, akkor van egy odaszúró rövid kérdésem. Lázár János azt nyilatkozta a minap, hogy hát ha van valamit le kell bontani az országban, akkor az a rádió épülete, hiszen onnan 56-ban lőtek. Azt gondolom, hogy ez a parlamentre akkor határozottan igaz. A parlamentből nem lőttek, tudomásom szerint, a parlament irányába lőttek, az agrárminisztériumból. Agrárminisztériumból lőttek. De nem ezért zajlik most a részleges bontása. Na jó. De ha már itt tartunk. Robi, ezt most fel fogod tenni a hírek után ezt a kérdést. Pontosan, aki hírek nélkül hallgatja podcast formátumban, annak is a pár képzelje ide a híreket. Képzelje ide, igen. Vagy legalábbis a reklámblokkot, vagy a kettő közül valamelyiket. Na, akkor mindjárt jövünk vissza. Ez itt a Nagy Kép. És ez itt a Nagy Kép. Németh Róberttel itt ülünk a stúdióban. Én Hont András vagyunk, vendégünk pedig Vaxer Tamás, a Steinlin program. Bocsánat, közelebb húzom, mert nagyon messze beszélsz. Még mindig jó? Oké, majd akkor próbálok tudatosabb lenni, jó? Oké. Tudatos mikrofon használó. És akkor most még egyszer. Na és akkor. Ez itt továbbra is a Nagy Kép, és továbbra is Németh Róbert és Hont András a stúdióban, és itt van velünk Vaxrát Ramás, a Steinlin Imre program vezetője, a Kossuth tér építéséért felelős személy. Alapvetően a Kossuth tér is tette ki idáig a beszélgetésünket, remélhetőleg az elkövetkezendőkben másról is szót ejtünk majd, de Robi, beléd folytattam előbb, beléd a szót. Igen, mert szóba került, illetve nem azért folytattad belém a szót, mert szóba került az Agrárminisztérium épülete, de ha már szóba került, akkor ezt ne kerüljük meg. Ugye zajlik egy átépítés, bontás, és mellette ugye a kúria, vagy igazságügyi palota, mi a pontosan a neve? Hát a kúria, aki belekötött, és igazságügyi palota az épület. Igen, és annak is zajlik egy átépítése. Mi történik ott pontosan? Ez a Steinlin Imre programnak a sokadik fejezete, most akkor átugorjuk az összes többit. Egyelőre az utolsó előtti fejezete. Ugye mind a két épület nagyon elhanyagolt állapotban van, sok-sok évtizede nem nyúltak hozzá. Egészen pontosan
teljes mélyre menő, az összes alrendszert, gépészeti rendszereket is illető rekonstrukciója egyik épületnek se volt sose. És azért ezek bőven 100 plusz éves. Ugye az Agrárminisztérium 1887-es, a igazságépalata pedig 1896-os születési dátumú épület. Tehát a két épület teljes rekonstrukciója zajlik. Az igazságépalata esetében ez a szó klasszikus értelmemet rekonstrukciója, a ház visszakap mindent, ami lekopott róla az elmúlt évtizedekben, itt ilyen olyan erőszak, mint amit a tér kapcsán beszéltünk, itt nem volt, és csak így nagyon kevés, jelzik a justícia szobor, tekintsük szimbólumnak, ez most vissza fog kerülni, de alapvetően az csak megöregedett a ház, kéri szépen, hogy újítsuk föl. Az Agrárminisztérium esetében ennél bonyolultabb a helyzet. Annak a háznak van egy keletkezés történeti problémája. Tudnélik az, hogy egy nagyon elhibázott alapkoncepcióból indult ki az építész Bukovics Gyula. Egy normál irodaházba, most egy rajzos műfaj lenne, de megpróbálom verbálisan elmagyarázni, egy normál irodaházba, hogyha ma ránézünk egy szokásos irodaházra, akkor az úgy működik, hogy egyik oldalon vannak irodák, tehát ablakkal rendelkező irodák, középen van egy folyosó, ami sötét, és aztán a másik oldalon megint vannak irodák. Így az irodák világosak, a folyosó pedig nem rendelkezik természetes megvilágítással. Itt viszont egy olyan sorrendet csináltak, hogy iroda, titkárság, és utána a folyosó. Ez azt jelenti, hogy a középső irodasor, ami praktikusan az épület négyzetméterbe számoló felét teszi ki, nem rendelkezett ablakokkal. Nagyon hamar rájöttek, hogy ez egy elhibázott gondolat volt. Már 1906-ban kiírtak egy tervpályázatot, hogy ezt újra gondolják. Született is egy terv, de nem volt rá pénz, hogy közeledett az első világháború, mindegy, tehát így meghalt ez az ötlet. Utána a 40-es években csináltak egy részmegoldást, ami azt jelentette, hogy egy ilyen elfalazással létrehoztak egy középfolyosót, és a rossz oldalon lévő irodát pedig úgy rajta keresztbe menő főfalat így átbontották, amilyen mértékben át lehet bontani egy főfalat. Ebből az keletkezett, hogy a rossz oldalon lévő irodáknak a fele, tehát az összes rossz oldali iroda területének a fele, vagy nagyobbik része, az továbbra is sötét volt, mert bent volt egy vastag fal mögött, amin egy vékony nyílás volt. Tehát magyarul az épület jó fele használhatatlan volt abból a szempontból, hogy nem lehetett oda embert leültetni, hogy munkát végezzen, nem tudom, ott főzték a kávét, ott tartották az iratokat, vagy oda ültették a szerencsétlen munkatársakat. És ezt az alap problémát oldjuk meg azzal, hogy az épület egy jelentős részét a műemléki szempontból kevésbé értékes, vagy nem értékes, műemléki értéket nem hordozó részét bontjuk el azért, hogy új szerkezet révén előállásan a normális, megszokott, működő alaprajzi rendszer. És emiatt van az épületnek egy jelentős mértékű bontása. És ha már a házhoz ilyen mélyen hozzájunk, akkor ott más dolgok is történnek. Bekerül a házzal egy mély garázs, ami ezt a házat is, és az igazságügyi palotát is szolgálja, és ami még talán egy városszerkezeti szempontból egy fontos változás az, hogy annak idején, amikor megépült ez a ház, akkor kettévágott egy létező városszerkezeti útvonalat, ami a mai Kálmán Imre utca, akkor Kálmán utcának nevezték, től vezetett ki a Dunapartra. Ezt a gyalogos útvonalat helyreállítjuk az, hogy a házon keresztül egy passzázs épül, amin szabadon át lehet majd menni. Tehát a Kossuth térről a tér, a minisztérium hát a mögötti Kozma Ferenc utca felé át lehet majd járni. Nekem a Kossuth térrel kapcsolatban van még egy kérdésem, aztán beszélhetünk a többről, ilyet nem is, nem, bocsánat. Már nem mondok igazat, kettő kérdésem még biztos, hogy van. Az egyik ebben a historizáló megközelítésben, vagy a helyreállító megközelítésben, bárminek nevezzük, egész biztos, hogy egy olyan szempont még nem játszhatott szerepet, ami időközben az ilyen kiemelt célja lett minden városépítésznek és építésznek magának, politikusnak és a többinek, mert hát hiszen Orbán Viktor is a legutóbbi Fidesz kongresszuson a Fidesz zöld fordulatáról beszélt, hogy azzal kapcsolatban nem érzel valami problémát, hogy
amikor a Kossuth teret építették, és mondjuk a 30-as években elnyerte a végső formáját, akkor a zöld felülethez való viszony még alapvetően más volt, mint manapság. Én elhiszem, hogy dzsumbújasnak tűnt a Kossuth tér korábban, de magán a Kossuth téren radikálisan csökkent a zöld felület száma. Tudom, hogy te azt fogod mondani, hogy nem igaz, ennek ellenére, hogyha oda megyünk a Kossuth térre, és végig tekintünk, volt rá módom az elmúlt években jó párszor, most csak azon túl is, hogy viszonylag gyakran kell átvágnom valami miatt, mert A-ból megyek B-be, sőt, hát néha még az Országházban is van dolgom, de Robival is nem egy tüntetés tudósítójaként vettünk részt az elmúlt időszakban. Mégiscsak az az embernek a benyomása, hogy fák helyett egy nagy köves pusztaság lett, igen. Élek a szabadsággal, amit a felvezetésben mondtál, igen, kijavítom, nem igaz. Nagyobb a zöld felület, mint amennyi volt. És sokkal rendezettebb. Hát rendezettebbnek rendezettebb, ez tény és való, ami nem biztos, hogy érték. Jó, oké, az én világomban érték. Nem független attól egyébként, hogy annak idején, amikor Stein Imre elkezdett foglalkozni halál előtt nem sokkal akkor még Országháztérnek nevezett későbbi Kossuth tér, az az, és csak néhány vázlatig jutott, mert alá megakadályozta, hogy ezen elmélyedjen, akkor volt egy ilyen toposz, amit így emlékül, vagy így örökségül hagyott, az pedig az, hogy nem tudom szó szerint idézni, de a lényege az az, hogy a tér legfontosabb attrakciója maga az Országház, és semmine konkuráljon vele. Kellő alázatot kér a tértől, meg a körülbelül épületektől a házzal szembe, és az a felburjánzott erdő, ami a teret jellemezte, ezelőtt a rekonstrukció előtt, az messze menően nem felelt meg erre ennek a célnak. Egyébként ebből a szempontból a legjellemzőbb az a fasor, aminek egy része megvan most is, amelyik a Kossuth szobor előtti kétoldali házfasor, elég sajnos állapotban lévő házfasor, ami úgy került oda, hogy annak idején valami a Krisztina körúton, vagy nem tudom, hol volt valami átépítés, és az akkori budapesti főkertész, vagy nem tudom pontosan milyen pozícióban lévő ember, gondolkodott, hova tegyem, puff, betett a Kossuth tér közepére, minden térszerkezeti megfontolás nélkül az Országházat a tér jelentős részéről letakarva. Ez csak a hozzáállás illusztrálására mondom. Tehát lényeg az, hogy a Kossuth tér nem kevésbé zöld, mint volt, viszont sokkal rendezettem. Jó, a rendezettséggel kapcsolatos vita fennáll közöttünk, mert szerintem a római partnak is a legnagyobb értéke a rendezettség hiánya, de elfogadom azt, hogy... Ne keverjük össze, tehát egészen más funkciója van tudom. A római partnak, mint Magyarország talán legfontosabb, szerintem legfontosabb közterének. Más az elvárás ebből a szempontból. Értem, csak mondani akartam, hogy a rendezettség az önmagában nem érték, azt értem, hogy melyik funkcióhoz milyen szemlélet társulhat, hogy rendezett legyen, vagy kaotikus. A másik kérdésem a Kossuth térrel kapcsolatban pedig az, ha már azt mondod, hogy szerinted az ország legfontosabb tere, hogy nemhogy az ország egészével való komplex gondolkodás, de elég csak a várossal való összeműködés szempontjából, te ezért ezt hogy ítéled meg? Budapestnek nincsen főtere. Ezen néha szenvednek egy kicsikét, néha legyintenek, hogy jól van ez így, aztán megint újra kezdődik, hogy legyen. Ugye leginkább a volt Roosevelt tér, mostani Széchenyi tér, mint egy ilyen zsőjéje a budapesti panorámának, hogy azt kéne ilyen valaminek használni. Szóval, hogy mennyiben illeszkedik szervesen a Kossuth tér a városba, és hogy ezt nem lehetett volna máshogy csinálni? Mindig lehet máshogy csinálni. Az első kérdésre pedig az a válasz, hogy szervesebben illeszkedik, mint valaha. És ez nem egy ilyen székemből adódó elkötelezettség. Nézzük meg, hogy működik most a tér. Ugye az van, nézzük meg mondjuk például a sétálóvezetek szempontjából. Az alapdöntés, amire utaltam már az országgyűlési határozat,
Kossuthnak az egyik sarokpontja az volt, hogy autómentessé kell tenni a Kossuth-teret. De ez nem csak egy ilyen önmagában van egy autómentesség, hanem létrejött egy nagyon fontos gyalogos közlekedési rend, és ennek egyébként a jelét látjuk is naponta, az a sok tízezer ember, aki, vagy sok ezer ember, aki a téren megfordul, és nem a tüntetőkről beszélek, hanem a turistákról. Nos, ugye a Szabadságtér az tőlünk függetlenül sétálóvezet. A Kossuth tér a mi projektünk részeként sétálóvezetté vált. A kettőt összekötő Vécsey utca sétálóutcává vált a mi munkánk révén, és ami még van, a rakpartnak az országház előtt lévő része, ami hát így szomorú állapotban volt szintén sétálóvezetté vált, a ház előtti, az országház előtti terület sétálóvezetté vált, és ezek az elmondott elemek összekötetésbe is kerültek egymással. Tehát most létrejött egy olyan, ugye a éppenséggel például a látogatóközponton keresztül összekötetésbe kerültek, létrejött egy olyan gyalogos sétálóvezet, amin fél Pesten végig lehet menni, anélkül, hogy bárhol autónak az útvonalát keresztetni. Szerintem kifejezetten belekerült, beleépült a város szerkezetébe, hogy most mi volt hamarabb, hogy a város szerkezete követte a Kossuth teret ebben a 11 néhány évben, vagy a Kossuth tér követte a már látszó trendeket, azon lehet tanakodni, de kétségkívül ez történt. A parlament épületéről szólva, ugye régen, tehát mondjuk az elmúlt évtizedeket alapul véve, ugye volt az embernek mindig egy olyan érzés, hogy folyamatosan történik ott valami, körbe-körbe járt az állványzás, aztán most ugye nem is tudom, melyik kötök mondta, hogy a parlament felújítása befejeződött, hogy valójában befejeződött. Tamás mondta, és én meg úgy olvastam, hogy nem. És valójában befejeződött, hogy van ott még tennivaló, vagy egyáltalán magával a házzal mi a helyzet? Kívülről fejeződött be. Ugye az van, hogy az országház homlokzati rekonstrukció, ez egy majdnem 100 évig tartó projekt volt. Volt egy rossz döntés, puha mészkőből csinálták meg a ház jelentős részét, és nagyon hamar elkezdett szétmálani. És az, hogy mindannyiunk gyerekkorához hozzátartott az a látmény, hogy valami az országház körül mennek körbe-körbe ezek az állványok, mert kölcserét végeznek. Ezért véget 2013-ra, amikor befejeződött ez a nagyon sok éves munka, most az országház olyan állapotban van, hogy ebből a szempontból nem kell hozzányúlni valószínűleg évtizedekig. Lehet, hogy le kell tisztogatni, de alapvetően kemény tartós mészkőből van. Belülről viszont más a helyzet. Amit az előbb elmondtam az igazságügyépületen meg az Agrárminisztérium kapcsán, az ugyanígy áll az országház kapcsán is, hogy az országházban gyakorlatilag 1902 óta folyamatos munka zajlik. Sose volt arra lehetőség, hogy egyszer fölgyűrje az inguját a mindenkori üzemeltető, és azt mondja, hogy na, akkor most rakjuk rendbe. Előtte vagyunk még számos kormány döntésnek, de az a munka, ami elkezdődött, az az előkészítő munka, amit most végzünk az országház felújításával kapcsolatban, az pontosan a belül elmaradt felújításokat hivatott pótolni. Tehát belülről bizony nagyon sok tennivaló van az országházzal. Egy kicsit az eredeti állapotok helyreállításában is, de nem ez a igazán húzós része, hanem mondjuk például a különféle gépészeti rendszereknek a teljes visszabontással kezdődés után a teljes rekonstrukció. És hogyha előbb már azt mondtad, hogy zöld forradalom és hasonlók, ezzel kapcsolatban vizsgáljuk, és én nagyon optimista vagyok, ez a vizsgálat eredményes lesz, hogy milyen megújuló energiákat lehet használni majd a ház fűtésére és hűtésére. Úgyhogy ha ez a beruházás végigmegy, ami azért még jó pár év, amire ez beteljesedhet, akkor ebből a szempontból is új világ van. Hát rá kell kötni valami szenzort az ülésteremre, és akkor a plenáris ülések alatt verbál termelésű energiával lehetne az országházat működtetni a világon. Teszem a beruházást ebben, mint a te javaslatod. Köszönöm szépen, nagyon sok pénz lesz. De ha már itt tartunk az országház belső részén, és egy kicsit az egész beszélgetésünket érinti, meg az, hogy mit kell helyreállítani, meg hogy van, és ugye úgy kezdtük, hogy mennyire lesz tartós, hogy mi az, amit örökül hagy ez a korszak. Hogy a funkciók maguk, azok mennyire tartósak, és hogy mennyire
töltik meg olyan mértékű élettel az adott épületeket, tereket, amelyek aztán évtizedekig ott maradnak, az Országház. Ennek még jobb példája, mint a Kossuth tér. Amikor az Országház megépült, akkor Magyarország egy nagy hatalom része volt. Az akkori világon belül nagy hatalomnak számított. Egy hihetetlenül nagy reprezentatív épületet sikerült építeni. Még az akkori ország mérethez képest is nagyot. Ha valaki ma bolyong az Országház folyosóin, akkor azért azt fogja tapasztalni, hogy ennek egy jelentős része kihasználatlan. Tényleg hosszú folyosókon kacskoringózunk mindenféle irodákban, miért úgy van, és a többiben. Itt egy nagy kérdőjel van, abba is hagyom tulajdonképpen, mert szerintem pontosan érted, hogy mire utalok, hogy miközben nagy elánul nekik ez az ember, mert mégis ez ugye a történelmünk része, Stein Imre, Országház Budapestnek az egyik szimbóluma, és így tovább, és így tovább. De hogy ez a funkció, amit most az országgyűlés elért, ráadásul úgy, hogy rá a kormánynak, meg a miniszterelnökséget is ki is pakolták már onnan. Nagyon helyesen. Abszolút, ez alkotmányjogilag abszolút helyesen. Szóval, hogy nem lehet, én értem, hogy mégiscsak az az országgyűlés és a Westminsterbe sem raknak gyors büfét, de itt mégiscsak van egy ilyen hihetetlen... Hogyan tud a kor kihívásaira válaszolni? Igen, nagy kihasználatlanság, igen. Ez így is fog maradni, mert van egy alap, ugye az az alap helyzet, hogy ez egy reprezentatív középületként épült már akkor is, épület volt és kiáltvány magában, és ennek vannak olyan következményei, hogy iszonyatosan magas a közlekedő területek aránya, ezek a széles és ilyen hosszú folyosók a ház mind a két oldalán, meg minden szinten. Ez így is fog maradni, sőt, bizonyos szempontból nőni fog, mert vannak olyan méltatlan elfalazások még mindig, már egyre kevesebb, még mindig van, amikor régi folyosókat más célokra használtak. Ez következik a ház alap építészeti koncepciójából. Ezen nem lehet változtatni, és szerintem nem is kell. Ez egy reprezentatív épületnél rendben van. A ház jelentős mértékben azért üres, mert annak idején egy kétkamarás országgyűlésre készült, és ugye arra gondolat sincsen, hogy ez visszaváltozon, tehát hogy megint kétkamarás országgyűlés legyen. Ezért a ház, mondjuk az egyik ülésterem például tervezéskori alapfunkcióját nem tudja, nem is fogja gyakorolni, de egyébként alapvetően a házban az irodatér az ki van használva. Hát, hogy felveszem a HON programba, hogy ezt is a több névért Magyarországnak, meg a Trianon plusz mellé a Parlament Fesztivál évenkénti megrendezés, akkor lehet piknikezni a folyosókon. A valamelyik ülésteremben? Bocs, szoktak, elnézést, nem piknikezni, szoktak. Ez csak egy apró kis vonatkozás ennek a programnak, hogy most van olyan, hogy amikor egy konferencia van mondjuk a régi felsőházi teremben, akkor ezzel kapcsolatos catering, az kint van a folyosón, ami nem illik oda, nem való, nem helyes, mindenféle okból nem helyes. Ezeknek a... Én ilyen alkalommal láttalak téged utoljára az Országházban. Minden nap vagyok szinte. Nem, de mi az Országházban szerintem azóta nem találkoztunk. Én szerintem a 98-as kormányfogadáson láttalak, ahol megpróbáltam a miniszterelnököt, vagy a frissen megválasztott miniszterelnököt elrángatni, hogy írja alá az ország védelmi tervét, mert hogyha ilyen nem történik, akkor az nem lesz neki. A hivatalban lévő miniszter erről nem teljesen tudott. Fú, nem már emlékszem, de simán életszerű. Hát ez az az alkalom volt, ezt azért elmondom, aki veled együtt fejezte be a fideszes parlamenti képviselőségét, Rombitás Zoltánnal álltunk, aki éppen azt fejtegette, hogy abban az esetben, hogyha ő a Fidesz kormányban, az egyszeri, majd megalakuló Fidesz kormányban akart volna lenni valami, Isten látja a lelkemet, hogy nem akarok, fűzte hozzá. Abban az esetben rosszul csinálta az egészet, mert akkor neki 88-ban nem a Fideszbe kellett volna belépnie, hanem az MSZMP-be, és akkor elment mellettünk a Martonyi meg a Járai. Na, tehát igen, egy ilyen alkalommal látszott. Felsőházi két keringen a folyosókon. Ugorjunk egy kicsikét, és az véleményedre vagyok kíváncsi, hogy az a fajta, nem érzed-e annak a felelősséget, amikor úgy gondolod, hogy ez a helyreállítási szemlélet, tehát akartátok megjeleníteni a Kossuth téren is, hogy ez nem biztos, hogy jó vért szül minden esetben.
egészen konkrétan megfogalmazom, mi a véleményed például a Diósgyőri várról? Ha most lennének itt kamerák, akkor látnak, hogy milyen pofákat vágok. Nem tudom, hogy a tévében nőttem föl tulajdonképpen, Miskolcon cseperedtem, és én nem kitérő választ, esküszöm, hogy így néha megnéztem, és körülbelül az volt a vélemény, de jó, hogy nem nekem kell ezzel foglalkozni. A részleteit nem ismerem. Hát egyébként ez tipikus valahol, mert hogy formájában tényleg helyreállították az eredeti állapotot. Így nézett ki egy vár, korábban így nézett ki a Diósgyőri vár is, és mégis azzal, hogy az anyagok másmilyenek, hogy a megváltozott a környezet, valami egy torzónak sikerült létrejönnie. Egy rugalmas elszakadással, amit hagy vágjak, ez hagy hozza ki ebből, hogy önmagában az, a Diósgyőri vár valószínűleg egy erősen védett műemlékben, mondom, nem ismerem a részleteit, a önmagában az, hogy egy épületnél újfajta anyagokat használunk, az nem bűn, notabene még a Velencei Karta szerint sem bűn, pedig mindig ahhoz szoktak bunkosbotként visszanyúlni, hogyha bűneinkre keresik a végső magyarázatot. Tehát önmagában ez nem feltétlenül, nekünk is van olyan, tehát nekünk is volt olyan projektünk, ahol újfajta anyagokkal valósítottunk meg régi építészeti elképzeléseket a Szabadgyögyi irodaházra. Gondolok a metró fölötti régi Meteszház helyére épített épületre, ahol az elejénk iránti teljes alázattal valósítottuk meg azt a homlokzatot, amit a 30-as években kitaláltak erre a házra, de mögött egy modern irodázma, modern anyagokból. Én ezt nem gondolom, hogy önmagában baj lenne. Egyébként ez a vita ugye a vár kapcsán is lezajlott, hogy már nem arra gondolok, hogy milyen állapothoz nyúlnak vissza az is, hanem hogy milyen új anyagokat lehet régi formák megvalósítására felhasználni. De erről egyébként majd még a műsor későbbi szakaszában lesz is fogunk idő, beszélni. De nézzük a várat azért, mert azért a parlament az és a vár... Az egy kicsit közelebb van a igen, te illetékességedhez. Egyfelől igen. Nem véletlenül hoztam be ide Diósgyőrt, ami távol van, hogy... De szóval a Kossuth tér meg a vár az egymásnak felelgető dolgok. Ha másra nem is veszük, akkor a miniszterelnököt éppen hol fotózzák, mert hol van az irodája, amikor még a parlamentben volt, akkor ugye nézett ki a várról, onnan az volt a kevésbé sikerültebb, most meg a Karmelitában pedig néz rá Pestre, és többek között sőt, tehát a Karmelita ráadásul toposz lett közben. Az ugye... egyébként zseniális az erkély, tehát az, na mindegy, tehát az... Ötletnek is fantasztikus, meg végül is kivitelezésben is. Ez azt mondja, a legnagyobb... Már mint kommunikációs abszolút, gesztus gondolsz rá? Abszolút. Tehát a magyar sajtó legnagyobb benézése a Karmelita erkélye volt szerintem az elmúlt 13 évben. Engem is beleértve. Na, nézzük a várat, és az anyagokat, és hogy... És a koncepciót. És a koncepciót magát. És mi a kérdés? Hogy látod te? Igen. Ezen kerülen tágra szabott kérdéssel. Én alapvetően örülök annak, ami a várban történik. Tehát az, hogy jó néhány évtizeden keresztül a várnak a ostrom utáni helyreállítása az két mesdjén haladt. Az egyik ez a merjünk kicsik lenni. Tehát, hogy hogyan lehet úgy helyreállítani a várnak a nagy központi épületet, hogy ne látszódjon, hogy ez milyen célra épült annak idején. A másik pedig az, hogy, és ez az igazán érzékeny kérdés szerintem most, hogy hogyan mennyire merjünk a vári kontextusban modern épületeket elhelyezni. És most egy kicsit más kérdésről beszélek, csak a vár visszaélek azzal, hogy azt mondtátok, hogy a várral általában. Akkor viszont... Nem most éljél vissza, hanem pár perc múlva éljél ezzel vissza, mert akkor innen folytatjuk. Ismételten a Nagykép, ismételten Németh Róbert, ismételten Hont András, és még mindig itt van velünk Vaxler Tamás, Steiner Imre program vezetője, és a várnál tartottunk. Amire egyébként inkább adok majd kitérő válaszokat, mint az eddigében, mert ugye nem feladatom, és csak újságolvasom, meg városjáró emberként van róla. Hát meg, mint mondtam, a Kossuth tér és a vár azért felelget egymásnak. Ez a, mint abban a régi vízben, hogy
mit tudunk a második világháborúról, hogy nagyon sok halottja, vagy az első világháború nagyon sok halottja volt, de még több volt a második világháborúnak. Ami... Vagy hogy miről szól a háború, háború és béke, ugye az oroszokról szól. Tehát, hogy a Kossuth teret nyilván azt így keresztbe kasul, ismerem a várat, meg csak ilyen látom, megolvasom, amik történnek, de nem veszek benne részt. Ugye a várban szerintem két féle dolog történik, vagy kettőt látok. Az egyik ezek a nagy reprezentatív épületeknek a visszakerülése, és ahogy mondtam, én egyáltalán nem tartom bűnnek, hogy modern szerkezeteket, modern anyagokat használnak a hagyományos városkép helyreállításra. Egyébként megjegyzem, ez nem kifejezetten magyar tendencia, ez a fajta térjünk vissza a régi városképű arcolathoz, ez például Berlinbe is, meg számos háborús nyomokat viselő városban az egy létező bár, jelenség. Bocsánat, zárójel, ugye Berlinben van egy templom, amit kifejezetten úgy hagytak, ahogy ezt lebombázták 1945-ben, mint egy ilyen mementum. Na mindegy, ez csak, meg hogy vannak mindenféle van megoldások de ott mondjuk például a köztársaság palotája, ami ugye egy, azt hiszem, porosz királyok palotája volt, és utána NDK, nem tudom, ilyen hatalmi centrum lett belőle, és aztán hosszú vita után legalábbis az egyik homlokzatában amennyire tudom az eredeti arcolatot állították. Hát csak azt akartam mondani, hogy ez nem egy ilyen magyar, kizárólagos magyar sajátosság. Na mindegy, tehát önmagában az, hogy visszakerülnek reprezentatív épületek, az szerintem jó, szerintem a látvány ennek jót tesz. Én ezzel tudok azonosulni. Ugye a másik vonatkozás az pedig az, hogy vannak a házban, vagy vannak a várban későbbi épületek, amik közül egyik-másik a bontásra kerül. Kettőt szoktak emlegetni, az egyik ez a teherelosztó ott a önkormányzat mellett, meg a levéltár mellett, a másik pedig a diplomataház, aminek a bontása mind a kettőnek már be is fejeződött, és akkor ezt így illik a kánon szerint utálni. Már a bontást, vagy az épületeket? A bontást. Aha. És illik építészként beleállni abba a konfliktusba, hogy ezeket már pedig meg kell őrizni. Hát engedtessék meg, hogy itt is a kánontól eltérő véleményem legyen. Ezzel a két épülettel, amiket most így szóba hoztam, én nem tudok teljes mértékben azonosulni azzal a szemlélettel, azzal a véleménnyel, hogy ezek akkora építészeti alkotások, amiket mindenképpen meg kellett őrizni. Én azt gondolom, hogy annak a kornak, amikor megvalósultak, valóban lenyomatát képezik, abban a tekintetben is, hogy mai szemmel nézve silány szánalmas anyagokból megvalósult épületek, és hogyha már, ha másért, nem már csak ezért is szerintem oka volt, hogy hozzájuk nyúltak. Az egy másik kérdés, hogy az a helyzet, ami előáll ezeknek a házaknak a bontásával, azután mennyire lesz kihagyott poén, mennyire lesz kihagyott lehetőség. Tehát, hogy az, amit a helyére most majd megépítenek, az érte annyit, annyi politikai, vagy akkor annyi vitát, annyi árat, mindenféle tekintetben megfizetett árat, amit ami a bontással jár. Erről nem vagyok annyira meggyőződve, de erről csak néhány látványképet láttam. Kanyarodjunk vissza akkor viszont az illetékességi területhez. Belekezdtünk abban, hogy mi van az országházzal, beszéltél az Agrárminisztériummal, és szóba került az igazságügyi palota is, hogy volt kúria épület, hogy mi az, ami tervezhetően látsz magad előtt a közeljövőben, ami lesz, és mi az, amiről még nem eldöntött, hogy lesz, de reméled? Ami zajlik, a kivitelező kezében van a két épület, amit előbb szó volt, az Agrárminisztérium meg az igazságügyi palota, ezek így a következő néhány évben 2026-27-re el fognak készülni minden jel szerint. Megvan a kivitelező, megvan a szerződés, megvannak a tervek, megvan a finanszírozás, zajlik a munka. És ami pedig előkészítés alatt áll, az szintén volt az országház belső felújítás. Ez azért
azért kérdőjelesebb, mert ugyan a szükségességével kapcsolatban bennem semmi kétség nincsen, a megvalósulásával kapcsolatban sincsen semmi kétség, tehát hogy ez az országházi rekonstrukció meg fog valósulni a előttünk álló néhány évben, a fel nekem semmi kétségem nincsen, hogy most ebből a lendületből valósul-e meg, az pedig attól függ, hogy majd most, amikor haladunk előre, és így egyre konkrétabb és konkrétabb költségbeesések lesznek, akkor mit mond a kormány, hogy érdemes-e, vagy van-e ennyi, de hogy az... De ehhez el kell költöztetni magát az országgyűlést arra az időre. Nekem meggyőződésem, hogy igen. Hova tud költözni? Az igazságügyi palotába. Tehát a kúriában tud addig ülésezni az országgyűlés? Igen, ezt nem csak belemondom a levegőben, hanem konkrét tervek készültek már, konkrét terveket készítettünk. Tehát az, hogy a törvényhozás, a meglévő épületei, ugye három irodaháza van a környéken, a Szabad György irodaháza, volt bérház, Tiszalovis irodaház, meg a híres Fehérház, ugye a Jászai Mari téren, ezek használatával és az átmenet időre az igazságügyi palota használatával el tud férni. Ez egyelőre egy gondolatkísérlet, vagy ez ügyben van már valamilyen döntési folyamat, akármi? A messze túl van a gondolatkísérlet fázison. Készült egy beruházási terv, mi készítettünk egy beruházási tervet, az szerintünk kész van, és a jóváhagyás előtt áll, jóváhagyás vagy elutasítás előtt áll, szerintem erősen bízom benne, hogy jóváhagyás. És ezen kívül, vagy hát tulajdonképpen ezt megelőzően van egy kormányhatározat, ami rendelkezik magáról erről az előkészítésről is, és rendelkezik egy fontos elemről, mégpedig arról, hogy azt mondja, hogy ha a beruházás részeként szükség lesz a törvényhozás kiköltöztetésére, akkor az igazságügyi palotába fog történni. És azt pedig én mondom, hogy nekem meggyőződésem, hogy azt a beruházást, amiről szerintem szó kell, hogy legyen, tehát a mélyre menő belső rekonstrukció, az csak a kiköltözéssel együtt lehet megcsinálni. Ha és amennyiben ez megtörténik, akkor ez mikor történhet meg? Vagy mi a te elgondolásod, vagy mi a terv elgondolása, hogy ennek mikor kellene megtörténnie? Hogyha ezt a kérdést egy évvel ezelőtt tetted volna föl, akkor azt mondtam volna, hogy van abban némi logika, hogy ciklusváltáskor kerüljön sor a költözésre, tehát 2026-ban, 2026-ban nem fog erre sor kerülni, mert teljesen nyilvánvaló, nem állunk úgy az előkészítéssel. Úgyhogy most azt mondom, van abban némi logika, hogy ne ciklusváltáskor kerüljön rá sor, hanem a rákövetkező ciklus valamikor a közepén. De még egyszer mondom, ez nagyon függ attól, hogy a beruházási tervről, meg a következő tervszakaszokról sorba egyenként mit mondanak a döntéshozók, elsősorban mit mond a kormány, hogy igen, van erre pénz, vagy nem, most ezt ne. Jó, szerintem próbáljuk meg összefoglalni az eddigi beszélgetésünket, de természetesen úgy, ahogy én akarom összefoglalni. Egyébként lenne nekem is majd személyes kérdésem, összefoglaló jelleggel. Jó. Kezd. Te 1990-ben az egyik legfiatalabb parlamenti képviselőként kerültél be az országgyűlésbe. Korjegyző is voltál? Én voltam a korjegyző korelnöke. Te voltál a korjegyző korelnöke, tehát a legfiatalabbak között a legidősebb. Hardcore. Úristen, ezt azt hiszem nem kellett volna. De. 8 évig voltál parlamenti képviselő, ráadásul ebben a 8 évben most lesz egy olyan moment, amit nem a kellemetlensége miatt, vagy az udvariasság miatt nem fogok különösebben taglalni, hanem azért, mert nem tudok hozzá újat kérdezni. Nagy Józsefnek a 24.hu-ban mindent elmondtál évekkel ezelőtt. Még akkor is, hogyha a hallgatók számára ez most így talányos lesz, de ugye te voltál az utolsó ember, aki Orbán Viktorral szemben elindult egy Fidesz tisztújításon elnök jelöltként, te erről azt nyilatkoztad a most előbb megidézett interjúban, hogy ez végtelen naivitás volt részedről, és körülbelül ennek folyományaként láttad azt be, hogy te az aktív politikában, a frontvonalban egyáltalán nem akarsz részt venni. Azután 98-tól államtitkár lettél a Honvédelmi Minisztériumban, de nagyon vicces módon nem a Fideszes Minisztériumban, hiszen a Honvédelmi Minisztérium a kisgazdákhoz tartozott, hanem a kisgazdák mellett. Majd némi szünet után a Budapest Aréna újjáépítésében, építkezésben valami projekt
vezetőként és vettél részt, és azt is nyilatkoztat korábban Nagy Józsefnek, hogy mikor voltál a magánszférában, Demján csoportnál, stb., de amikor 2010 után ez a felkérés téged a Steyr Imre programnál megtalált, hogy tulajdonképpen ezzel nyert értelmet az életet. Ha így visszatekintesz személyesen ebben az ívre, elégedett vagy-e? Ha igen, akkor miért? Igen, mert nem fogod azt mondani, hogy nem. Máshogy szerinted mennyiben vagy te tipikus alakja ennek a generációnak, ennek a fideszes társaságnak, amely 90-ben meglehetősen tapasztalatlanul és sok esetben meglehetősen arrogánsan, ahogy te is a saját politikai szerepedre utaltál szintén ebben a beszélgetésben, és aztán úgy csiszolódott együtt az országgal, volt mindenféle feladatban része. Mennyiben teljesítette be a várakozásokat, akár a saját személyes várakozásait? Hogyan ítélnéd meg ezt így a középkorúságból kifele menő emberekként, akik így egymás között beszélgetünk, legalábbis ti. És egyben most ezzel az én kérdésem az negligálódott, és gyakorlatilag ugyanezt szerettem volna kérdezni, mennyire érzed a helyedet, magadat, hogy látod a... Megmondom a generációt, magát is. Az elmúlt mondjuk 30 év összefüggésében mennyire érzed a helyeden magadat? Amikor 1990-ben létrejött a első Fidesz frakció, az a bizonyos Fidesz frakció, aminek én is a tagja voltam, akkor valaki csak egy poénból azt mondta, hogy szerintem holnap jelentsük be, hogy az egész vicc volt, és adjuk vissza a mandátumunkat, mert hogy így akkor kezdtünk rácsodálkozni, hogy hát így ekkora halat akartunk fogni, de akkora a hal, hogy nem tudjuk, hogy ki tudjuk-e húzni. Tehát, hogy akkor szembesültünk azért, mekkora ez a feladat. Akkoriban mondta azt is valaki, hogy kicsit korábban mondta valaki, hogy a 90-es parlamenti választásnak a mi szempontunkból az volt a tétje, hogy a Fidesz az lábjegyzet lesz a magyar politika történetben, vagy fejezet. Ennek a kettőnek az eredője az az, hogy az most már nem kérdés, hogy fejezet, és hogy én azt gondolom, hogy a kitűzött cél szempontjából az, hogy az a generáció, az a közösség, az összes személyváltozással, ami az elmúlt sok évben megtörtént, tehát hogy az a generáció az látható nyomot hagyjon ezen az országon, nem csak a betonban, meg kőben, hanem mindenféle tekintetben, azt szerintem maximálisan teljesült. Tehát szerintem ez eredményes. Az én szempontomból, miközben vezetted föl itt ezt a kérdést, és azon gondolkoztam, hogy most előm azt a pointet, már sokszor előttem, hogy a minden korábbi munkám ebben nyert el az értelmét, de előtted a poénomat, de tényleg úgy gondolom, hogy egy csomó olyasmit csináltam, amire most visszanézve, hát így sokkal értelme nem volt, tehát így nem hagy nyomot. Te voltál az államtitkár a NATO csatlakozáskor. Történetesen, de nem mondtam, hogy én vittem be a NATO-ba az országot, csak történetesen, igen, és kezet fogtam a Clinton elnökkel. Egy kicsit töltötte is. Hát kezet fogtál a Clinton elnökkel, de hát hogy is mondjam, azon túl, hogy a Sasadi MGTS egykori jogászának nagyon sok sikert kívánunk, és övezze őt a magyar politika a történetben megbecsültség, hát finoman szóval sem volt kompetens vezetője a szakmájának, vagy a területének. Szerintem, hogy a honvédelmi tárcának, meg egyáltalán a honvédelmi tárca szűk vezetésének a munkája az így nem volt, igazából tét nélküli volt a NATO csatlakozás szempontjából, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy nem tudom elképzelni, hogy annyira ostobák lehettünk volna, hogy emiatt ne vegyenek föl minket a NATO-ba. Tehát nem becsülném túl magyarul a jelentőségünket. Mondom, történetesen pont arra jártam, amikor egyszer csak NATO tagok lettünk, és pont a közelben voltam, de nem gondolnám, hogy ez nekem, vagy nekünk annak a... Ja, azt nem gondoltam én se, de hát mégiscsak egy történelmi pillanatban államtitkár volt, és ebből feladatok adódtak, mégiscsak számotokra. Igen, és próbáltam megfelelni neki, aztán majd nem tudom, talán nem buktam meg látványosan legalább. És hogy helyemen vagyok-e, szerintem erre a legjobb válasz az, hogy nem szeretnék mással foglalkozni. Tehát most, hogy elgondolkodok azon, hogy milyen
forgatókönyvet dobhat elém az élet, milyen más típusú munkát dobhat elém az élet, amivel még a aktív, hátralévő néhány évemet eltölthetem, akkor azt mondom, hogy kérem szépen, hogy ne. Tehát, hogy én ezt a projekt sorozatot, ezt a Kossuth tér és környékén lévő Stein Imre programot szeretném végigcsinálni. Ha elkezdtük az elején, és ha minden jól megy, akkor ezzel a parlamenti rekonstrukcióval lezárul az év, hogyha ha megkérdi tőlem valami transzcendens erre feljogosított lény, hogy mivel szeretné foglalkozni, akkor azt mondja, hogy léci, ezt szeretném tovább csinálni. Én itt szeretek lenni. Vakszer Tamással beszélgettünk, volt fideszes parlamenti képviselővel, volt honvédelmi államtitkárral és jelenleg a Stein Imre program vezetőjével. És innen folytatjuk. És folytatjuk tovább műsorunkat Vakszler Tamás után. Következő vendégünk Rizsán András Ibl-díjas építész, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke. Robi mindjárt kérdezni fog valamit. De igen, csak mert őt most ugye felkonferáltam. Van-e érdemi különbség, vagy csak egy ilyen szemantikai finomság az, hogy valaki építész vagy építőművész? Hát ez inkább szerintem szemantikai különbség. Mind a kettő lefedi a szakmánknak a lényegét, azt az alkotó, kreatív, téralkotó, művész fogalmát, ami hát tulajdonképpen az építészetet magába foglalja. Vegyem át a szót. Jó. Itt az előzőekben szóba került a Kossuth tér, elég hosszan, de beszéltünk a várról is, mármint a budai várról, meg magyarországi várakról is egyébként. A kérdésem az, hogy hogy látja ön, hogy mennyire tud a mai magyar építészet egyébként érvényes módon, mennyire tudja kezelni ezeket a reprezentatív, tradicionális tereket, hogyan tudja ezt feleseltetni, vagy tükröztetni a modernitást, megfelelő módon tudjuk ezeket kezelni? Vagy hát nem mi, hanem azok, akik ezzel szakma, foglalkoznak. Az építész szakma, igen. Nos, én úgy gondolom, hogy a magyar építészek felkészültsége, szakmai kvalitása az nemzetközi mércével is megállja a helyét, tehát ilyen tekintetben szerintem a jelenleg érvényes építészeti trendeket, építészeti elveket követve gyakoroljuk a szakmát, tehát képes a magyar építész társadalom helyes válaszokat, feleleteket adni, akár az ilyen reprezentatív célú beruházások esetében is. Természetesen azt azonban látni kell és tudni kell, hogy az építészet az egy csapatmunka, ami hát nyilvánvalóan a megrendelő igényeket, és hát a vonatkozó jogszabályokat is betartva, figyelembe véve alkot és működik együtt. Tehát abban az esetben, hogyha vannak bizonyos prekoncepciók, bizonyos nagyon erős megrendelői elvárások, hadd ne mondjam akarat ezek mögött, a beruházások mögött, akkor sokszor hát megbicsaklik az építész, hát hogy mondjam, szakmája. Nyilván mindenki keresi az optimális kompromisszumokat, de hát ezt közösen kell ezeket a kompromisszumokat megtalálni. Van-e olyan jellegzetesség, amely a korunkat jellemzi? A magyar építészet elmúlt egynehány évtizede rendelkezik-e valami olyan jól beazonosítható stílusjeggyel, amit a mostani építészek, a mostani megrendelők, a mostani ízlés adott hozzá a korábbiakhoz, avagy az van, amit hát nem tudom, én Eckler Dezsőtől olvastam, szintén építész, aki Makovecről mondta azt, hogy kifutott alóla a posztmodern, mert hogy nem a korra reflektálunk mi már manapság építészek, hanem a helyre, magára csupán. Hát ha így kérdezi, hogy az elmúlt évtizedekben, akkor ez azért egy elég hosszú időszakot magába foglaló, tehát akár visszamehetünk a 90-es évek
posztmodern utó zöngéihez, amire hát esetleg Eckler Dezső utalt az imenti idézetében. De azt kell, hogy mondjam, hogy az építészeten belül is hát megfigyelhetők bizonyos olyan változások, olyan magatartásformák, amik formálják ezt a fajta téralakítást, ezt a fajta építészeti hozzáállást. Mire gondolok? Ugye volt idő, amikor nagyon a technicizálás irányába mozdult el a szakma. Kerestük a lakógépeket, kerestük azokat a high-tech megoldásokat, amivel egy épület, egy irodaház, egy lakás minél komfortosabbá tehető, minél korszerűbbé tehető. Aztán kiderült, hogy ez az irány, ez az út sem tökéletes, és ez sem hát adja a teljes, hogy mondjam, megváltást a problémákra. És fordult egyet a világ, és hihetetlen módon előtérbe került a környezettudatos gondolkodás, a finomabb megoldások, a kisebb beavatkozással, ökológikus lábnyommal járó építkezések és beruházások, aminek mondjuk a legfrissebb up-to-date tendenciája, az konkrétan a nem építés filozófiája, ahol alapvetően az kerül előtérbe, hogy hát százszor is gondoljuk meg, mielőtt egy épületet lebontunk, és a helyére egy új, modern épületet szeretnénk megálmodni és megalkotni, hogy százszor is gondoljuk meg, hogy azt az épületet azt érdemesen lebontani. Nem lehetne inkább azt megtartva, megőrizve annak a belső átalakításával úgy a funkciókhoz, a mai igényekhez igazítani, hogy sokkal kisebb beavatkozással, sokkal kisebb ökológikus lábnyomot hagyva magunk után valósuljanak meg az épületek. Tehát ma, ha azt kérdezi, hogy egy építészeti korszerű szemlélet az mit akar, az elsősorban ezt a fajta nem építés gondolatát tükrözi, amikor igyekszünk minél kisebb beavatkozással, minél finomabb gesztusokkal a mai igényeknek megfelelően tervezni és hát épületet megépíteni. Persze vannak stílusjegyek is, amik hát nyilván nyomon követhetőek. Ezek közül nagyon erős és hogy mondjam, évről évre, vagy így a különböző stílus irányzatok között szinte állandó jelleggel tetten érhető egyfajta regionalista szemlélet, amikor a helyhez, az adott környezethez igazodóan tervezünk épületet, amikor megpróbáljuk azokat a természetes anyagokat használni, ami annak az adott tájnak a jellegzetessége, azokat a formákat, azokat a léptékeket, azokat a szerkezeti megoldásokat, amik abból a kultúrtájból eredeztethetőek, és ilyen módon én úgy érzem, hogy ez a fajta regionalista gondolkodás, ez hosszú ideig meg fog maradni, és mindenféle egyéb kor, divat és stílus mellett ez állandósulni látszik. Persze nyilván vannak aztán a többi ilyen sokszor divatlapba illő építészeti megoldások, formavilágok, amik hát akár a minimalizmustól egészen a különböző amorf, biomorf formákig hát tetten érhetők, de ezek már inkább szerintem a biznisz és hát a különböző marketing irányba viszi el a szakmát. És ez itt újra a nagy kép, folytatjuk Krizsán Andrással tovább a beszélgetést, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnökével, aki előbb itt arról beszélt, hogy a nem építés az milyen, meg hogy hogyan illeszkedik az adott környezetbe egy épület. Ennek kapcsán akartam megkérdezni azt, hogy Kossuth térről kezdtünk el beszélgetni, de hogy mindazok, amiket az elmúlt években
bő évtizedben Budapesten épült, mondjuk Kossuth tér, ami egy ilyen köztérrendezés volt, vagy a Ligetben a Zeneháza, mint egy olyan kiemelt épület, amelynek a szakma az a csodájára járt. Vagy a Néprajzi Múzeum. Igen, vagy a Néprajzi Múzeum, aminek jóval vegyesebb a megítélése, vagy mondjuk a szervitatéri parkolóház, hogy ezek közül melyik a jó példa arra, amiről ön beszélt? Hát én azt gondolom, hogy a Zeneháza az egy sok szempontból értékes gondolatokat, építész hozzáállást tükröző épületként valósult meg. Mire gondolok? Ugye az előbb mondtam, a környezetbe illő, a környezetbe simuló, egyáltalán a tájba illeszkedő módon megvalósuló építkezések. Ha megnézzük, itt egy nagyon-nagyon nehéz szituációról volt szó, hiszen egy védett városi közparknak a kellős közepébe kellett egy viszonylag nagy funkciójú, nagy léptékű épületet elhelyezni. És mi volt ennek az épületnek az alapgondolata? Hogy próbál nem épületként megjelenni ebbe a tájba, ebbe a természeti környezetbe, hanem inkább valamifajta műtárgyként, inkább valamifajta szimbolikus, elvonatkoztatott formaként jelenik meg egy kilúggatott levél, ami ott lebeg tulajdonképpen a park kellős közepén, és ezáltal, mivel nem a ház formáját hát erősíti az épület, hanem ezt a fajta kicsit szimbolikus, építményszerű formáját, ezért ez nagyon jól tud ebbe a természeti táji környezetbe bele simulni. A többi épületeknek is úgy érzem, hogy megvannak azok a építészeti, markáns építészeti gondolatai, gesztusai, amik hát szakmailag hát nyilván értékelhetőek, de kérdés, hogy ennyire komplex módon, ennyire minden részletében ezt a fajta magatartást megjelenítő módon tudják-e a többi épületek. Hát nyilván a saját maguk műfajában, a saját maguk adottságaiban. A Zeneháza én szerintem egy kifejezetten jól sikerült kortárs építészeti példa, és ráadásul használható is a ház, tehát funkciójában is kielégíti, kiszolgálja azt az igényt, amit hát ennek a zeneházának hát tudni kell. És végre megjelent egy olyan ikonikus épület itt Magyarországon, amire tényleg nemzetközi szinten is hát büszkék lehetünk, és joggal mondhatjuk, hogy tud a kortárs építészet helyes válaszokat, helyes feleleteket adni, még akár ilyen nehéz, vagy ennyire összetett probléma esetében, ilyen minőségi környezet, táji környezet, természeti környezet esetében is. Beszéltünk előbb ellenpéldaként kvázi, hát én kötekedtem Maxler Tamással, hogy ugye nem tartozik az illetékeségi területébe, sőt, de mégiscsak Miskolc mellett nőtt föl, hogy mi a vélemény a Diósgyőri vár újjáépítéséről. És ugyanezt megkérdezem öntől is. Na, hát nálam természetesen vannak ebben a témában az újépítés, újjáépítés, rekonstrukció fogalomkörében sokkal szakavatottabb emberek. Ha szabad ajánlanom, akkor a Magyar Építőművészek Szövetségének rendezvényeit ajánlom a figyelmükbe. Mert ugye itt most miről van szó, hogy meddig hiteles, meddig elfogadható egy olyan újépítés, vagy újjáépítés, amit egy történelmi épület esetében hát jogosnak tartunk. Én azt gondolom, hogy alapvetően az az igény, az az elvárás, ami ma a 21. század, hát hogy mondjam, műemlék védelmi
elmére jellemző, hogy azok ne csak, hogy mondjam, térdig érő romok legyenek egy pusztába vagy egy hegy tetején, hanem azt tegyük valami módon használhatóvá, tegyük valami módon mindenki számára befogadhatóvá, az szerintem az egy jogos igény. Itt kell viszont a szakmának, az építész és műemlékvédelmi szakmának hát nagyon óvatosan és hát szakszerűen eljárni, hogy akkor ezt a fajta igényt hogy tudjuk kiszolgálni. Addig, ameddig egy ház, egy történelmi rom hiteles módon rekonstruálható, addig egész biztos, hogy sem a szakmának, sem a közvéleménynek nincs problémája. Eredeti dokumentumok alapján, fotók alapján rekonstruálható egy történelmi épület, vagy annak egy belső tere. Ugye most gondoljunk itt a vári rekonstrukciókra, tehát például a Szent István teremnek a helyreállítása, amit egész egyszerűen eredeti fotók alapján tudtak ilyen hiteles módon rekonstruálni. Akkor, amikor már ez a talaj, hogy mondjam, kicsúszik a lábunk alól, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy nincsenek meg ezek a kapaszkodóink, amikor hiteles eredeti dokumentumok alapján tudunk valamit rekonstruálni, de mégis fölmerül, ugye az előbb említettem, ez a jogosnak mondható igény, hogy azért próbáljuk ezt valami módon bemutatni, valami módon láthatóvá tenni, akkor kell egy picit szerintem azt végig gondolni, hogy mik azok az előképek, mik azok a történelmi analógiák, mik azok a hihetőnek tekinthető építészeti megoldások, amikkel szabad egy ilyen rekonstrukció, és hát itt ebben az esetben már tulajdonképpen új építésről beszélünk, ilyen módon beavatkozni. Hát én bevallom, férfiasan nem jártam a Diósgyőri várba az elmúlt évek során, tehát nem fogok tudni most erről konkrét véleményt alkotni. Látni kellene azokat a műszaki megoldásokat. De a Nagyvázsonyi várba például jártam, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Nagyvázsonyi várnak is ez a fajta, hogy mondjam, építészet történeti újjáépítése, ez indokolt. Tehát tényleg jót tett ennek a régiónak, ennek a településnek az, hogy ez a vár, ez többet tud nyújtani azoknál a romoknál, falaknál, mint amit ez korábban tudott, hanem most már van benne olyan előadóterem, olyan mai igényeket, funkciókat kiszolgáló helyiség, ami pluszként jelenik meg. A várnak egyébként szerintem azok a részei, azok teljesen jók, ahol próbálják az eredeti, mondjuk kő keretes, faragott kő díszítésű részeket mai eszközökkel, szerkezetekkel helyettesíteni, tehát ahol érezni azt, hogy van egyfajta analógia a régi történeti részletek irányában, de mégsem az, mert érezzük, hogy mondjuk ez a korten acélból kialakított ablakkeret, ez mégsem egy faragott kőkeret, de ugyanakkor tudja azt a léptéket, azt a részletezettséget szemléltetni, amire ott abban az esetben szükség van. Azokban a részletekben érzek némi, hát hogy mondjam, szakmai bizonytalanságot, amik hát főleg ilyen épületszerkezeti kialakításoknál jelentkezik, hiszen ezeknek a régi romoknak, vagy műemlékeknek, inkább így mondjam, tehát az eredeti 15.-16. századi állapotukban, ezeknek például nem volt soha esővíz csatornájuk és levezetésük. De hát nyilván a mai használat szerint ezeket valahogy biztosítani kell, meg kell oldani, és itt, hogyha ez
mondjuk feltűnő módon jelenik meg egy homlokzaton, az azért egy kicsit, hogy mondjam, bizonytalanná tudja tenni. Ezeket célszerű leginkább rejteni, rejtett módon kialakítani, hogy meg tudjon maradni az a markáns történeti karaktere az épületnek, és ezek a mai részletek ezek nem hát jelennek meg, nem csúfítják el ilyen módon az épület együttest. Hát akkor pont sikerült szóba hozni nagyjából mindent, amely azt mutatja, hogy mennyire komplex dolog az építészet, hogy funkcióknak, hagyományoknak, korszellemnek milyen módon kell megfelelni, vagy próbálni megfelelni. Grizsán András Ibl-díjas építészre, a Magyar Építőművészek Szövetsége elnökével beszélgettünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én is a lehetőséget. Viszonthallásra. Viszonthallásra. És folytatjuk tovább a nagyképet, Németh Róberttel itt ülünk a stúdióban, és a telefon végén pedig nekem volt Robinak jelenlegi kollégája, Hanvai Péter, a HVG újságírója. Szervusz! Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat! Szia! Szerteágazó beszélgetéseket folytattunk az imént. Onnan indultunk Vaxler Tamással, hogy az ő véleménye szerint és az ő feladatából adódó korlátokat figyelembe véve mégiscsak próbálja azt elmondani, hogy szerinte milyen nyomot hagyott az ő generációja a fideszes elmúlt sok éves, és még ki tudja mennyi ideig tartó hatalomgyakorlás az országon. Van-e olyan jellegzetes karakter, amely nyomot hagyott, és hogy a Kossuth tér ennek mennyiben felel meg. Nem mondom, hogy az egyetértés teljes volt közöttünk, a helyreállítás, folytonosság, korszellem és historizálás és egyéb témaköröket érintve. Te mit látsz, ha így vetjük fel a kérdést, hogy ha most hirtelennyében visszautaznánk 2010-be, aztán pedig 2013-ban vetnénk egy pillantást a városra, vagy akár az országra, akkor lenne olyan szembe ütköző különbség, amelyre azt tudod mondani, hogy itt valamiféle elképzelés az, ami megjelenik? Hát egyébként nehéz kérdés, mert egyfelől... Na most könnyű kérdés, ne tőlem várja. Egyfelől valószínűleg nem. Szóval, hogy azért a Budapest elég nagy város, és a Kossuth térről, a várról beszélünk. Hát Kőbányán nem tudom, hogy mi változott, vagy nem tudom, Budakalászon. Tehát, hogy egyfelől azért egy kicsit azért túl vannak ezek értékelve valószínűleg, hogy egy-két emlékművet elhelyeztek, ott hatalmas balhék voltak, botrányok voltak, felépítettek épületeket, amikről én a várral kapcsolatban próbálom azzal nyugtatni, vagy idegesíteni a barátaimat, hogy 20 év múlva ezt senki nem fogja tudni, vagy 30 év múlva senki nem fogja tudni, hogy mikor épült, ahogyan, mit tudom én, a Sándor palotát sem tudjuk, hogy pontosan mennyire a semmiből építették újra. Tehát, hogy egyfelől túl van ez értékelve, másfelől pedig akár azt is mondhatjuk, hogy főleg vidéken, mi azért testet látjuk természetesen, de vidéken azért sok minden változott, miközben nem ilyen direkt ideológiai dolgok, nem úgy, mint a 2000-es években emlékeztek, amikor ilyen szörnyű Szent István szobrokat avattak a millennium idején mindenhol, és nagyon csúnyák voltak, és tényleg adott egy ilyen, meg koronaúztatás, meg hasonló, adott egy kicsit ilyen gicses, és ilyen rossz ízű hangulatot. Valójában most már nem ez van, hanem letérkövezett főterek vannak. Van persze egy pár Trianon emlékmű is, meg hasonló is, de hogy kérdésedre válaszolva azt mondanám, hogy olyan nagyon erősen ideológiai jelleget én nem látok. Tehát ez nem olyan, mint a, mit tudom én, a kommunizmus, vagy a szocializmus, hogy mindenhol volt egy ilyen abszurd emlékmű, amivel nem tudtál azonosulni. Szerintem azért ilyenek nem történtek.
Viták azért vannak. Jó. Viták azért vannak, és ami a te tevékenységedet illeti, ugye készült többek között a HVG-re egy ilyen kisfilm vagy videósorozat a Vár újjáépítéséről, ahol te részben beszélgetsz is, meg szerkesztetted is ezt az anyagot. Ott hogy látod, hogy mik voltak a legfőbb konfliktuspontok? És szerinted hol van az igazság, ha egyáltalán ezt így föl lehet tenni a kérdést? Hát az igazság odaállt van. Köszönöm. Szóval, hogy ugye a Vár kapcsán én mindig azt szoktam mondani, hogy induljunk ki onnan, ugye a Houszmani várat a háború alatt lebombázták, de vagy a palotát lebombázták, de nem szenvedett olyan sérüléseket, amiket nem lehetett volna helyreállítani. Ezt minden normális országban helyreállították. Hát nem tudja, jó, talán az NDK-ban voltak más percepciók, de a lengyeleknél gondoljuk el, hogy a Kreml nem állítanák helyre az eredeti állapotába. Hát dehogy nem. Ezeket mindenhol a Vável, stb. Helyreállították. Nálunk nem állították helyre. Miért? És szerintem itt van... Itt köszönöm, van a, ezt, itt van a, ezt szerettem volna kérdezni. Itt van a problémának a magja. Ugyanis szóval az a baj, hogy ez a vár, igaz, amit a liberális oldal mond, hogy ez a vár, ebbe a várban nem lakott király, nem történtek történelmi események, azt is mondja, hogy ez egy gicses dolog, azatán nem értek egyet, de ez valóban igaz, hogy ez egy kicsit ilyen díszletszerű, ilyetén módon. Az a vár, a magyar történelemhez kapcsolódó vár, az nincsen, tehát nincs a Zsigmond-kori, nincs a Mátyás-kori, a török-kori vár, nincs, elpusztult, egy közepes barokk épület volt ott, amit aztán bővített a Hausmann, a kor színvonalán természetesen, de valóban egy picit üres ez a vár, és amikor mentek a bombázások, akkor és itt nem volt kommunizmus, nem volt még semmi, hanem háború, akkor a műemlékesek, az építészek rohantak ki, és boldogan bontották tovább a bombatölcséreket, és keresték elő a középkori várnak a maradványait, amit már a barokk korban betemettek. Tehát, hogy van egy ilyen kettőség sajnos ebbe a dologba, amit aztán a kommunizmus úgy fordított le, egyébként Rákosi még több beköltözött volna ebbe a neobarokk épületbe, azért a mindenkori hatalom valójában nagyon szereti az arany stukkókat, és a nagy, nehéz ajtókat, és nagy beltereket, tehát ő voltak is tervek, hogy helyreállítják, de aztán ez nem történik meg, hanem elkezdődik egy nagyon-nagyon kínos, nagyon szörnyű tökölődés, amit a Rostás Péter a vár kiváló kutatója nagyon részletesen le is írt. Minden évben történik valami ötlet, hogy mit csináljunk ezzel a várral, amivel nem tudunk azonosulni. És mondom, ez már a koalíciós időkben és a Rákosi időkben szinte kontinúsan megvan az, hogy nem tudunk valahogy azonosulni ezzel a várral. Valamit csinálni kellene. És mindenféle abszurd megoldás van, ahogy el is bontani, vagy teljesen modernizálni. És akkor születik 56 után egy ilyen nagyon furcsa dolog, ugye soha nem volt ilyen a vár, ez egy, a belülről egyetlen négyzetcentiméter nem maradt az eredeti állapotában. Nem tudom, hogy van-e a világon ilyen ekkora nagyságú épület, amit ilyen módon, ilyen brutálisan kibeleznek, és kívül is sem azok a díszek vannak, amik korábban voltak. Tehát, hogy és a szocializmus aztán így belendül, és elkezd bontani, lebontja a lovardát, lebontja a főőrség épületét, amit még a 60-as évekig használnak. Ott alszanak vagy ott laknak a váron dolgozó melósok, meg ott tervezik a várat, tehát egy ilyen tervezőiroda, meg munkásszállásként működik. Tehát ezek megvoltak, helyre lehetett volna állítani, de nem ezt csinálják, hanem lebontják, és ott áll meg a tudomány és a pénz valamikor a
60-as, 70-es éveknél, hogy valójában nem tudnak kitalálni helyette jobbat. Lebontják ezeket a közepes épületeket, és nem a palotáról beszélek, hanem mondjuk a Józsefőhercegi palotáról, a Szentgyörgy téren, a Naphegy felüli oldalon emlékeztek arra, vagy egész gyerekkorunkban is, meg mindenkor láttuk azt a ilyen régészeti területet, tehát ezt lebontják a lovardát, és a lovarda helyén az OSK-nak egy ilyen portálja van, ott cigarettáztak a könyvtárosok, és oda mentek be a teherautók a könyvekkel. Tehát, hogy úgy rombolt a szét, hogy igazából nem talált ki helyette semmit. Hála Istennek, mert lehet, hogy valami szörnyű, brutalista épületet építettek volna. Tehát, és így érte meg a vár a rendszerváltás. És a rendszerváltás után oké, nem volt pénz, sok minden nem volt, de voltak tervek, és akkor se valójában nem mer hozzányúlni senki. Hát ki a fene merne építeni a Szentgyörgy térre egy nem tudom 100 méter hosszú vagy 300 méter hosszú épületet? Hát ki merne odaépíteni valamit? És itt jön be a Fidesz, aki azt mondja, hogy jó, nem kísérletezünk ezzel, nem fogunk ide építeni modern épületet, hát akkor hozzuk vissza azt, ami volt. Hozzuk vissza a Haussmanni állapotokat. Azt körülbelül tudjuk, hogy nézett ki, építsük föl újra. És ezzel gyógyítsuk be ezt a történelmi sebet. Szerintem így gondolkodtak. Egyébként nem lehet, hogy úgy általában fordítva ülünk a lovon, mert az épületeket mégiscsak azért építünk magunknak, hogy ott valami tevékenységet ellássunk. Eső elől bemeneküljünk, szertartásokon részt vegyünk, emberek összegyűjjenek, és ott döntsenek a közösség nevében, gyerekeket oktassanak, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Hogy egy csomó esetben a funkció hiányzik, és az épületekhez próbálunk funkciót találni, meg a terekhez. Hát igen, persze, az a baj ezzel, és igen, eljutottunk ennek az újjáépítésnek a legnagyobb problémájához, hogy már a meglévő történelmi épületeknek sem nagyon tudunk funkciót adni, mert annak a funkciója, ezeknek a semmi más funkciója nem volt, mint a reprezentáció. Legyen nagy, legyen sok arany, és aki oda bemegy, az lássa, hogy én mennyire fasz a gyerek vagyok. Ez volt ezeknek a kastélyoknak, vagy palotáknak a funkciója. Ez ma már ugye nincs. Igen, az osztrákok nagyon érdekesen, nagyon jól csinálják, hogy meghagyják általában a főemeletet, a díszlépcsőházat, és ami a mellékszárnyakat meg szépen kibelezik, és beteszik a munkaügyi minisztériumot, vagy az akármit. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz, és nagyon nevetséges azért az, hogy fölépítünk történelmi épületeket, és hát semmiféle funkciót nem tudunk beletenni. Ugye most megy ez a kilódás, hogy a József főhercegi palotába beteszik az alkotmánybíróságot, az alkotmánybíróság eddigi helyén is jól működne, meg egy irodaházba is elműködne, nyilván nem különösebben alkalmas ez az épület, akkor a Honvéd főparancsnokság, ami megint csak egy hatalmas nagy lufi, oda akkor beteszik részben a hadtörténeti múzeumot, amit kiköltöztettek azért, hogy oda bekörnözhessen a honvédelmi minisztérium. És hát valójában egyik alkalmatlan épületből a másik alkalmatlan épületbe költöznek. Tehát, hogy itt egy picit érzem ennek a fideszes múlt idézésnek, meg múltteremtésnek, meg az időkerekének a visszazökkentésének az abszurditását, hiszen mi valahogy ezek leplezik le leginkább, hogy hát nem nagyon lehet visszazökkenteni az idő kerekét. Amit egyszer lebontottak, és 50 évig nem volt ott semmi, azt visszaépíteni, hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kérdéses, hogy milyen eredménnyel jár. És hogyha egy régi épületnek új funkciót akarunk találni, akkor adott esetben az illem más
kicsikét gúnyosabb megközelítésben a prüdéria tud mondjuk gátat szabni. Én nem tartom elképzelhetőnek azt, amit mondjuk Edinburgh-ban láttam, de New Yorkban is van rá példa, hogy mondjuk templommal kocsmát létesítenek. Hát ez még Londonban is a... Én voltam egy ilyenben. A Trafalgar téren egy ilyen elég jelentős templomnak a kriptájában, igen. Franciaországban ugye, ahol rengeteg üres templom van, rengeteg ilyen hely van, akár mit tudom én. Igen, tehát ezek, hát mi lesz a templomokkal szerintetek, mit tudom én, 20-30-50 év múlva? Hát ha tótán múlik, akkor két év múlva is dártszaló van. Nyomukat is eltüntetné. Az a baj, nem, igen, de hogy nem rajtam múlik, de hogy ezeket... Hála a jó égnek. Nem lesz benne hívő, még ennyi sem. Ezt egyébként a fene se tudja, mert mindeközben ugye meg modern templomokat rengeteg helyen építenek, és bizonyos helyeken meg hát bizonyos felekezetnek meg a híveinek a száma az meg növekszik és terjed. Tehát ez is van, csak hogy itt van egy ilyen aszimetria. Az időkerekéről szólva, itt a Vaxer Tamással folytatott beszélgetésünkben szóba került nyilván a Kossuth térnek a tájképe mennyire reprezentálja árnyaltan az elmúlt... mit tudom én, 100 év magyar történelmét, mi az, amit határozottan odaraktak, mi az, amit elraktak onnan. Erről mit gondolsz? Hát egyrészt itt is érdemes visszamenni a gyökerekhez, hogy arra is emlékszünk, hogy a Kossuth tér hogy nézett ki. Tehát az a képviselők parkolója volt a Kossuth tér, és a Kossuth szobor között meg hajléktalanok aludtak, vizeltek, és szökkent szárba a szerelem. Tehát, hogy nem volt méltó ez a helyzet. Egy nagyon-nagyon eklektikus dolgot. Mindenki oda tett valamit, volt ilyen emlékmű, olyan emlékmű, zászlórút, 56-os emlékmű, ez az amaz. Tehát egy ilyen tök eklektikus és rendetlen. A József Attila szobrot benőtte a gaz, vagy valami, mit tudom én, micsoda. Tehát érthető volt, hogy hozzányúlnak, és én még azt sem tartom teljesen abszurdnak, hogy egy picit visszahozzanak valamit a 45 előtti állapotokból. De az meg tényleg abszurd, hogy minden más kiiktatok. Tehát úgy csinálok, mintha tényleg 45-tel megállt volna az idő, és akkor lenne egy ilyen gap. De hát nincs. Tehát, hogy miért nem maradhatott volna ott Nagy Imrének a szobra, akár Károlynak a szobra. Tehát, hogy ez is teljesen abszurd, ez a kiradírozás, mert hát miért radírozzuk ki? Ja, szerintem ez a legnagyobb problémája. Az, hogy rendbe lett téve, az, hogy amiért nagyon sokat támadtak, hogy kivágtak fákat, hát kivágtak fákat, nagyon szeretjük a fákat, pontosan tudjuk, hogy mennyire fontosak a városban, de ugyanakkor a nagy történelmi épületekre igenis rá kell, hogy lehessen látni, le lehessen fotózni, oda lehessen állni. Ez így van mindenhol a világban. A parlamentnél is így lett volna, hogyha gondozták volna azokat a fákat, akkor kivágták volna magoncukról növőket. Tehát, hogy nem baj. Egy picit a Fidesznél mindig ez van, hogy kicsit túllendül ezeken a normalitás szintjén valahogy túllendül. Ugyanúgy, mint a várban, amikor egy csomó, tehát a lovarda visszaépítését, a főrség, a stöklépcső visszaépítését én teljes egészében alá tudom írni, és nézzük meg, álljunk meg ott a lovarda előtt, és nézzünk föl onnan. Hát ez szép, ez látszik, hogy egy egységes terv alapján épült, sokkal jobb, mint ami volt ott, a semmi. De az, hogy minisztériumokat fölviszünk, az, hogy a pénzügyminisztériumot visszaépítjük, nem tudom, kétszer akkorára, az, hogy kiköltöztettük a volt belügyminisztériumot, az Úri utca és a,
az Országház utca közti hatalmas nagy barokk épülettömbből kiköltöztettük az akadémiát, és oda be akarnánk költöztetni a belügyminisztériumot, ezek teljesen abszurditások. Ezt a Pintér nem is akarja, tehát ez el is szabotálja ezt az egész költözéset. Kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy beköltözzen a várban. Még egy aktuális kérdés zárásul. Ugye most a napokban szóba került, vagy a hetekben, most nem is tudom pontosan, mikor a rádió épület együttesének a jövője. Ugye Lázár János szerint el kellene bontani azt az egészet onnan. Erről mit gondolsz? Hát ez tényleg egy őrület. Tehát azt sem tudom, hogy a rádiót miért kellett onnan elköltöztetni. Tehát, hogy a nagyon, amiről az elején beszélünk, a funkció, tehát hogy a funkció a legfontosabb. Tehát tényleg, ahogy az András is mondja, az épületek valamiféle funkcióval épülnek. Hogyha ez a funkció kikerül belőle, mert mondjuk eltöröljük a királyságot, vagy ilyen apróságok történnek, oké, akkor elkezdünk gondolkodni rajta, hogy mit lehet csinálni, lehet múzeumot csinálni, érte. De hogy ezek paloták voltak, és e közé épültek stúdiók. Néhány kiemelkedő stúdió, néhány vacaképület. Tehát, hogy miért kell elvinni a rádiót a város központjából? Bécsbe is az ORF ott van, egy régi épületbe. Miért kell elvinni? Miért nem maradhatod? Bontjuk le azt, ami úcska, 60-as évek, vacak irodaházát, nyissuk ki a kerteket. Tehát az a baj, hogy ez a rendszer nem tud kicsi lépéseket csinálni. Tehát itt a rádió épületén is kis lépéseket kellett volna csinálni. Tényleg elbontani azt, ami rossz, kinyitni az épületeket, kinyitni a kertet, és egyszerűen bekapcsolni a városba. Még el is lehet venni történelmi épületeket, fel lehet újítani, oda lehet adni az egyetemnek, de hát ez egy teljesen abszurd dolog. Nem tudom, persze itt még megy a nyilván a történelmi épületek elbontása azért az nem került szóba, de tényleg meg kell őrizni az eredeti funkciót valószínűleg. Abba kellene a legtöbb energiát tenni, hogy megpróbálni megőrizni. Hát, hogy mennyire volt alkalmas rádióépületnek már, az most kérdés, nekem ugye az első munkahelyem volt az. Nekem meg a sokadik. Neked meg a sokadik, így van. Viszont meggyőződve róla. Viszont az elbontásnak az abszurditásában azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk az összes mai megszólaló, tehát ez egy ilyen végső kompromisszumnak jó, és ennek kapcsán viszont nem is beszéltünk egy fontos dologra, ezt valamikor neked mondom, Robi, de lehet, hogy Péternek is. Erről azért valamikor szót válthatnánk, hogy az egyetem foglalás és kergetőzés, ami a Palotanegyedben megy, és hogy az a mérhetetlen mennyiségű pénz, amit mondjuk a Pázmányba beöltek, és ugye az lesz a vége, hogy a Palotanegyedben kap majd végül elhelyezést. Szóval, hogy itt... Pilis Csabán megmaradt egy szellemváros. És mi lesz Pilis Csabával azzal a szellemvárossal? Hát ez az. Én azt már akkor sem értettem, amikor elkezdték odaépíteni. Viszont zárójelben zárva. Így van. Hú, ezre van. Meg viszont ahova te jártál, főiskolára Esztergomban, abból meg pont az egyház kivonta az életet. Abból is szellem iskola lett egyébként. Hú, itt vannak itt meg izgalmas kérdések, hogyha történetesen nem az összefogást kéne reszelgetni éveken keresztül, akkor mondjuk akár izgalmas lapokat is lehetne írni. Köszönöm szépen, Péter, hogy itt voltál velünk. Ez a mai adásunk az építészetről, reprezentációról, politikai és építészet viszonyáról szólt, és megtudtuk azt is, hogy ha minden igaz, 90%-nál nagyobb valószínűséggel a kúria épületében fog majd ülésezni az országgyűlés záros határidőn belül. Viszont hallásra. Úgy szintén. Viszont hallásra, szervusz.